Nahali, üdv a Moonblood végigjátszásában! 22. pálya, Skeletons Gardens. Tipikus Thomas Soares minőségű pálya, ami annyit tesz, hogy sokféleképp bejárható és teljesíthető. Hát én az én módszeromat mutatom. Itt, ha fegyvert sütünk, akkor jön egy csomó revenant, meg egy arachnotron. Impeket lelőhetjük. Revenantokat hagyjuk egy kicsit harcolni. Ide be tudunk bújni. Ideiglenesen csak. Oké, úgy nézem, az utolsó két veszélyesebb ellenfél is harcol. Hogyha itt kint vagyunk a nyílt terepen, mindig mozogjunk. A pálya annyira nyitott, hogy a túlsó feléből is akár eltalálhatnak az ellenfelek. Hát ezt akár felvehetjük. Én ott fent egy titkos helyem van egyébként. Oké. Oda szeretném a dupla csövűt. Az erre van. Úgy azt a chain bannert, ezt le kéne lőni. Oké, meg egy imp is van itt lent. Így. És itt egyébként csinálhatjuk azt, hogy ide leugrunk. És nem megyünk oda be, hanem megszerezzük a kék kulcsot. Még annyi, hogy ott fent az szerintem egy bagos ajtó, ugyanis szerintem annak ki kéne nyílni, hogyha felvesszük a kulcsot. Viszont ki tudjuk nyitni, és két kakó van benne. Jó, és gyerünk ki a... Húzzuk meg a kapcsolót, tehát ez nem jó, jó ötlet volt így. Nem, ezt nem így szerettem volna. Visszaszerettem volna jönni, előbb is ezt a helyet kitisztítani, de most már mindegy. Jó, ők harcoljanak. Oké, leugrom most már. Jött a kakó is. És egyébként a titkos helyet így érjük el, hogyha azt a kapcsolót meglőjük. Ó, másik kakó is itt van. Na, melyik őtök nyer? Oké. És ha ide vissza kijövünk, és itt megyünk be, akkor jutunk a titkos helyre, mégpedig úgy, hogyha ezt a health bónuszért oda beugrunk. Így is van egy készlet plazma lőszer. Oké. Mehetünk mondjuk erre. Lőjük le őket. Áú, ez rossz mozdulat volt. Ó, vigyázzunk a menkibuszra. Elfogy a sörétem. Jó.
Jó. Impact. Megint shotgunner. Te is egy... Csúnya revenant. Jó, itt van fent a rakétavető. Még ott van a túloldalon is egy imp. Így, ezzel akár a revenantot lelőhetjük itt. Neked nem sok kell. Jó, azt hittem kijön itt az a másik ablakon. Volt már rá példa. Oké. Hát lőjük le akkor a Mancubust. Hát megint marad a chaingun. A Revenant pedig rakétával hal meg a fejében. Oké, itt van egy kis lőszer, meg egy hátitáska. Elmehetünk itt lent. Ja igen, de vissza feljutunk. Oké, itt revenantok lesznek, meg arachnotron is. Oké, revenantok. Van még egy revenant. Felvettem közben az armort. Nem emlékszek, hogy hogy álltam vele. Oké, erre. Szintén a chain gunba találunk lőszert. Na most én még visszamennék lőszerért. Erre egyébként van még több revenant. Majd a legvégén velük is leszámolunk. Jó, a helyeteket összeszedhetjük. Oh, egy shotgun. És akkor ide én felmennék. Itt van még egy rész, ahol nem jártunk. Oké, majd oda is. Nagy szükségem lenne már egy plazma fegyverre. Itt revenantok vannak. Hol volt a shotgunner? Ja igen, ott. Lelőttem? Igen, de volt egy imp is. Oké, a rakéta, az nagyon jó. Az armor az most nem kellene. Itt van még egy dupla csövű. Jó, és aránylag most már feltankoltunk. Jó, akkor megyünk most a revenantekhez. Revenantokhoz, hogy kell mondani? Még nem szoktam hozzá. Van ott chain gunner. És itt a másik titkos hely, amit úgy szerzünk meg, hogy azt a kapcsolót meglőjük. És hát vegyük fel, na. Van itt valaki? Nincs. Jó, akkor addig elrakjuk, ne berregjen itt. Hát jól állunk, hát elugorjunk le. Au.
Jó, hát a Mancubus szerintem végezni fog a... Áú, van egy Chain Gunner. Kérek Chain Gunt. Nem volt okos dolog leugrani. Igen, nem erről szoktam bejönni, hanem itt. És hát eddigre már meg szoktam szerezni a plazma fegyvert. Nem baj, most improvizáltunk. Nézzük, itt van-e valami fent. Egy imp az biztos, ezt már hallottuk előre. Oh. Spectre. Van még egy. Na, lőjük le azt a Hell Knight-ot is. Na, felakadt. Jó, itt pedig van egy Arachnotron. Meg néhány rakéta. Még egy kis plazma lőszer. Au. Rontottam. Most már szükség van a plazmára. Mert a kék ajtó mögött mindenféle rondaság várható. Mutasd a fejed. Van néhány revenant. Hát, mégis rakétát is kaphatnak. Bár ha egyenként jönnek, akkor mindegy. Így, ja, még egy shotgunner. Jó, azt hiszem ennyien vannak itt. Na végre vegyük fel a plazmát. Hát már fullosan vagyunk vele szinte lőszerrel. Jó, gyerünk be a kék ajtón. Van egy Baron, de nem muszáj belül megküzdeni vele. Olyan, mintha hátulról lőttek volna. Olyan, mint hogyha sörét nyomokat láttam volna az ajtónak azon a felén. Ja igen, itt felemeltünk egy részt, és van két kapcsoló. Mind a kettőt meg kell nyomnunk, és akkor így tudunk ide kijutni. És egy nagy csomó armor bónuszt össze tudunk szedni. Ez pedig itt hangos lesz. Így tudunk felmenni ide, és beugorhatunk oda a Hell Knight-hoz. Nem akartam leesni. Legalább téged lőjünk le. Gyere ki. Gyere ki. Oké, akkor még egyszer. Hú, hogy kell visszamenni? Így, lift. Nem jó helyen vagyok. Így.
Jó, plazmát a kézbe. Ugyanis jön két Revenant, meg egy Baron. Hát végülis a Revenant a veszélyesebb a követős lövedékével. Jó, hát akkor végül is ezt a helyet is ideje teljesen felfedeznünk. Halihó! Itt lehet, hogy nem maradt több. Jó. És 5 ellenfél hiányzik, ami azt jelenti, hogy valahol egy ellenfelet elhagytam. És az szerintem itt lesz. Igen, igen, méghozzá itt. Ugyanis itt van egy rakétavető. Na, hol van? Egy Chingan összokott elmaradni itt időnként. Hopp, hallottam az impet. Merre van az imp? Na most rosszul hallottam. Ó, itt van bent. Jó, akkor nem kell keresgélni. Többi ellenfél az már itt van. Jó, és nekik rakétát. És készen vagyunk. Ez kinyitja a végét, a kijárat, ami itt van. Ide ugorjunk bele, és a kapcsoló a vége. Na, hát egy kicsit kaotikusra sikerült. Nem sokat készültem erre a pályára igazából. És hát nagyon könnyű elhagyni dolgokat. Nagyon labirintusszerű. És hát sokszor, hogyha ezeket a dolgokat nem szedjük össze, akkor fogytán vagyunk lőszerből. Most ez az eset nem állt fenn, de hogyha először fedezzük fel a pályát, akkor simán megeshet ilyesmi. Oké, köszi, hogy itt voltál, találkozunk a következő videóban.